Továbbra is szép estét kívánunk, hamarosan egy készülő könyvről fogunk beszélgetni Klézli Andi pszichológussal, aki beavat minket az alternatív pszichológiai rejtelmeibe is, de előtte egy magyar bajnokot köszönhetünk a stúdióban. Október 19-én rendezték meg a Junior Ökölvívó Országos Bajnokságot, ahol a gyöngyösi gyakboxolója Miklósi Zoltán aranyérmet szerzett 50 kg-os súlycsoportban. Stúdiókban köszönhetjük Miklósi Zoltánt és az edzőjét, Márdi Attila Pétert, a gyak ökölvívó szakosztály vezető edzőjét. Szervusztok! Jó estét kívánok! Jó estét. Szervusztok! No, hát mielőtt belemennénk itt a nagy dolgokba, meg magába a versenybe, Zoli, te hogy kerültél a box közelébe? Hát igazából én mindig is sportoltam, kiskorom óta. Én 5 évig birkóztam, majd váltottam. 3 éve már boxolok, és igazából ez nekem már kiskorom óta tetszett a box, és így jártam, elkezdtem boxolni. És így ránézek Attilára is, meg ránézek Zolira is. Attiláról tudjuk, meg el tudom képzelni, de Zoliról így nem. Te, amikor megláttad az alkatát, ez teljes mértékben jó ez az alkat? Tökéletes ez az alkat, illetve a súlyozása is neki. Fontos, hogy a boxnál nem kifejezetten arra, nem a külsőségek a lényegek, mint mondjuk. Akár megnézünk egy testépítőt, hogy a különbözőbb izomrétegek ki vannak dolgozva, hogy az ívesítés, bármi, itt teljesen más a lényeg, más a fontosság. Fontos a végtagoknak a hossza, illetve az erő, akaraterő, tehát itt több komponensből is áll ez össze, mint az ember gondolná. És taktika? Igen, azok már a kiegészítő jellegű dolgok, de fontos, hogy igen, első ránézés, amúgy ezek nagyon megtévesztőek lehetnek, hogy srác, itt mit szeretne csinálni? Aztán utána, miután belekerülünk a lényegbe, utána egyből kiderül, hogy igen. Tehát akkor itt a technika és a gyorsaság, ami sokkal fontosabb. Technika, gyorsaság, taktika, illetve a genetikai adottságok, pszichés adottságok, pszichés felépítés, az edzéseknek a megfelelő mértéke, ez mondom, ez nagyon összetett dolog. A legtöbben azt hiszik, hogy ó, hát felmennek, valamit csinálnak. Nem, emögött egy sokkal komplexebb dolog áll. Zoli, neked akkor most már van összehasonlítási alapod, ugye mondtad, hogy birkóztál is, aztán most boxoltál. Melyik a, hát ez így nem is tudom, hogy jó kérdése, hogy melyik a nehezebb, Attila? Szerinted jó két kérdezem, külön, hogy nehezebb vagy két nem? Két különböző ágazat, mind a kettő teljesen egyedi vonásokkal rendelkezik. Én azt gondolom, hogy nem lehet őket összehasonlítani ebben a tekintetben, de ez is genetikától, adottságoktól függ főleg. Zoli? Én annyiban tudom összehasonlítani a kettőt, hogy mind a kettő küzdősport, de igazából igen, teljesen más a két sportág. És Attila, mit gondolsz Zoliról, mint boxolóról, hogy mi lesz majd belőle, milyen a munka morálja, van elég kitartása hozzá, tehát van, lesz van belőle valami? Ha valakiben akkor benne kellő spiritus van, és szorgalom, és odaadás, és alázat maga iránt, a sport iránt is, amit rettenetesen fontosnak tartok, főleg azért, mert az egyéni sport itt nem abból áll az egész, hogy felmegyünk, fogjuk egymás kezét, aztán valami történik. Ha az egyik nem tudja megoldani, megoldja, a másik nem. Itt szó szerint egyedül van fent az ember, meg kell oldani a feladatokat, és itt ezt én, mint edző, ezt ugye helyette nem tudom megcsinálni, ezt ő tudja megcsinálni, és itt a példa, meg is csinálta. Még mielőtt rákérdezünk a bajnokságra, Zoli, mesélj egy kicsit magadról. Gondolom, tanulsz még? Igen, nemrég végeztem el a 8-at, már középiskolába járok. Egyszerű összeegyeztetni a tanulást a sporttal, hiszen ugye elég nagy ember jelenlétet kíván, hát ugye mind a kettő, a tanulás is, és ugye a sport is. Hát ő igazából nem egyszerű összehasonlítani. Ugye már középiskolában több is az óraszám, és így nehéz bejárni is, de mindig ott vagyok az edzéseken, és megpróbálok teljesíteni. Tehát akkor itt is igyekszel helytállni, mind az iskolában, és mind ott a box edzéseken. Junior magyar bajnokság. Mesélj nekünk erről egy kicsit, hogy kerültetek kontakba közelébe. Kontakba? Ennek egy 3 éves története van. Én 2 évtől szálltam be ebbe a buliba, hogyha szabad ezt mondani, mert Debreceni László, aki vezeti a gyak ökölvívó szakosztályát, ő kezdett először Zolival foglalkozni. Én egy 2 évben
két évvel ezelőtt gyakornok edzőként kerültem be, aztán már tavaly évben, mint vezetőedző debütáltam, azaz már idén januártól, ahol a két éves felépítésnek már a kicsúcsosodását most érezhetjük. Januárban már elkezdtük, Sixon kezdtünk, ha jól emlékszem. Igen. Ugye ott volt a nyitányunk, ahol már megvolt az első megméretetés, és szó szerint a teszt, hogy hogy állunk amúgy a ranglétrán. Az első évben egy elég masszív erőléti fejlesztésen mentünk át, de fontos, hogy 18 éves korig a gyermekeknek, a szabad ezt így mondanom, Zoli, addig maximális erőt ugye nem szabad fejleszteni, ezt a legtöbb edző, ez kikerüli, nem figyel ezekre a dolgokra, túl terhelik a versenyzőt, és a legtöbbször lehet, hogy tud teljesíteni mondjuk egy évig, csak utána lehet, hogy kiég. Itt meg próbáltuk azért a koktélt úgy összerakni, hogy idézőjelesen vidám legyen a dolog, figyeljünk a szórakozásra és akár a pihenésre és az egyéb területekre, valamint hogy akár kiegészítő edzésekbe is egy kis színesítést vigyünk bele a palettába. Zoli, milyen volt a bajnokság? Mesélj erről. Hány perces menetek voltak? Izgultál? Vagy éppen mentálisan, ahogy ugye az edződ is mondta, hogy ugye toppon kell lenni. Milyen volt? Mesélj. Igen, igazából nagy volt bennem az izgulás. Háromszor két percet játszottam. Ugye ez a junior, háromszor két perc. Ki volt az ellenfeled? Egy kőbányai gyerekkel játszottam, igazából most játszottam az elsőnek, nem ismertem. Ez ugye 50 kg-os volt, ugye? A határa, jól tudom, ugye? Így van, itt tehát igen, 50 kg volt, tehát akkor ő is 50 kg-nak felelt meg. Egy testfelépítésben hasonlított hozzád egyébként? Vagy igen. Igen. Minimális eltérésekkel, de hasonló. Igen. Mennyire lehet ilyenkor felmérni, mint ahogy említetted, én is ugye mondtam, hogy két karakterről beszélünk, tehát mennyire lehet felmérni, vagy miben tudja felmérni egy boxoló az ellenfelét? Akkor, hogyha ő nem találkozott még vele soha? Rutinnal. Több évek rutinjával, de még úgy is, tehát amint említettem is, ez lehet csalóka, mert tévútra vihet ez a dolog. A legtöbb meccsnek a felépítésénél általában hát két verzió van. Vagy méregetik egymást az ellenfelek, vagy indul rögtön a kakaskodás, aztán aki győz, győz, aki nem. Tehát itt sokan tévúton vannak, mert azért ez nem egy ilyen barbár sport. Tehát itt azért rész és taktikai játék van, mert mi különböző taktikai elemeket gyakoroltunk, illetve vittünk be az edzésekbe folyamatosan az elmúlt évben, amelyeket most tudott is használni eléggé hatékonyan itt a verseny folyamán. Tehát legalább egy 2-3 lépéssel gondolkodni kell a másik versenyző elé, amiről beszéltünk is, hogy egy összeszedettségnek lennie kell, egy fókusznak. Ha ez nincs meg, akkor szétesik az egész, és az ember nagyon könnyen a padlóra kerülhet. Tehát egy irdatlanul egy koncentrációt igényel. Cseh Zoli, ezek szerint akkor nagyon jó úton haladsz ebben a sportágban. Mik a céljaid? Mert célok nélkül ugye hát nem élhetünk, főleg egy ilyen komoly sportágban. Igen, nekem ezelőtt pont ez volt a célom, hogy magyar bajnokságon helyezést érek el, de hála Istennek. Akkor az egyiket már kipipáltad. Igen, az egyik pipa. És most ugye feljebb léptem egy súlycsoportot és egy korcsoportot is, és itt is szeretném a magyar bajnokságot idén megnyerni. Tehát akkor a következő cél a? Következő. Ez a igen. Következő szezon. Neked azért nagyon jó szemed van, mert te már voltál, ültél már itt a stúdióban több emberrel is, akit ilyen bajnokság, olyan bajnokság, aranyérem, stb. Erőemelés, stb. Így van, erőemelés, stb. Mennyire, hogy is kérdezem meg, tehát mennyire tudod egyből felmérni és azt mondani, hogy igen, foglalkozni kell vele, mert biztos, hogy el tudunk vele érni akár egy aranyérmet. A kérdés az, hogy melyik sportolói szféráról vagy területről beszélünk elsősorban, a második, hogy az illető sportolta már vagy sem, illetve a harmadik pedig, hogy láttam-e már sportolnia vagy sem. És ez még mindig csak egy kb. 20%-a az egésznek, mert az összes többi elemet azt mind edzés közben fogom tapasztalni. Hát az nem úgy működik, hogy bemegyünk edzeni, aztán valami lesz. Ez egy kötője két edzés alatt, mert azért van egy látható előjele annak, akinek van megfelelő képessége, adottsága, tudása, akaratereje az adott ágazathoz, beszéljünk szó szerint bármiről is, és ezeket tényleg figyelni kell, tesztelni kell hozzá egy megfelelő edzésterv, egy
odaadás, egy megfigyelés is egyúttal, hát több minden kell. És Attila, hát ugye hát most a beszélgetés végére értünk, viszont gyorsan egy mondatba foglald össze, kérlek, hogy kinek ajánlanád a boxot, mint sportot? Boxot, ez így egy záró mondatnak. Záró mondatnak. A boxot mindenkinek ajánlom, aki önvédelmet szeretne tanulni, illetve meg szeretné tanulni azt, hogy hogyan védje meg magát, valamint hogy hogyan tanuljon meg küzdeni akár a hétköznapi elemekkel szemben is, mert egyúttal kilakul az emberben egyfajta védelem így a hétköznapi stressz, vagy akár a problémák legyűrése ellen, ami azért valójában a mai világban azért kell. Így van. Hát legyen akkor ez egy jó kis zárómondata a beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és hát köszönjük még egyszer gratulálunk a neves díjhoz. Köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük. Egészséghetet tartottak a Kálvária Parti Sport és Általános Iskolában. Ennek keretében számos programmal készültek a szervezők, többek között gyümölcs és zöldség szobrászattal, salátakészítő versennyel, egészségvízzel, sportdélutánnal és ételkóstolóval is. Népszerűsítették a diákok körében az egészséges életmódot. Ananász, bagoly, uborkavarat és brokkoli kutya. Meg annyi zöldség és gyümölcs figura az iskola folyosóján, ugyanis ismét egészséghetet tartottak az intézményben, melynek keretében zöldségszobrászatot is szerveztek a diákoknak. A pedagógusok fontosnak tartják az egészségnevelést, ezért számos ilyen témájú foglalkozással készültek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már kiskortól kezdve, tehát az első osztálytól foglalkozzunk ezzel a témával, és valóban egészségesen próbáljanak a gyerekek élni. Folt hátán folt tűk, benne sosem volt. Mi az? Káposzta, nagyon jó! Ebben a teremben a gyerekek egészségvízben vehettek részt. Elmondták, hogy mit szoktak az egészséges életmód érdekébe tenni. Én azt szoktam ennek érdekében tenni, hogy mindig 10 óraira legalább 2 almát eszek, és a húgom és a nővérem is. Kamilla is odafigyel a táplálkozásra, és emellett a testmozgás sem hanyagolja el. Járok balettra, meg kézívre, meg még járok talajtolnára, és ma is fogok rá menni. A felső tagozatosak is előadásokon, sport délutánon és különböző vetélkedőkön vettek részt. Ott jártunkkor pedig éppen salátát készítettek a gyerekek. Lesz ilyen koktél, lesz meg ilyen, hogy is mondják? Smoothie. Most éppen banánt csinálok, smoothiehoz. Szerinted miért fontos, hogy egészségesen táplálkozzatok? Azért, hogy szép legyen a testünk, és ne hízzunk el. Jó, kell egy kis cukor, de az nem annyira sok. Zappelyhes csoki golyó, cékla saláta és almás sajtkrém. Kizárólag olyan alapanyagú ételek, melyek tartalmazzák mindazt a kalória, fehérje, ásványi só és vitamin mennyiséget, mely szükséges ahhoz, hogy a gyerekek egészségesen fejlődjenek. Ilyen ételkóstolóval készültek a kicsiknek az iskolában, hiszen szeretnék, ha új ízekkel ismerkednének meg, hogy a jövő generációjának már természetes legyen az egészséges táplálékbevitel. A tavalyi évben először Kósa László úr felajánlotta, hogy a gyerekeket megismerteti az egészséges ételekkel, és ez most hagyománnyá vált, úgy látszik, iskolánkban, az idei tanévben is folytatódik. Ezek az ételek, amelyeket most kóstolhatnak a gyerekek, gyümölcsök, zöldségfélék és az ezekből készült saláták. Miért tartja fontosnak, hogy a diákok jobban megismerkedjenek ezekkel a zöldség és gyümölcsfajtákkal? Hát a gyerekek nagyon ritkán fogyasztanak, azt tapasztaltuk, zöldségeket, gyümölcsöket, inkább ezeket a gyors ételeket fogyasztják, otthon is, a büfében is ezeket keresik, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne a gyerekeknek az étkezése szempontjából, hogy ezeket is megismerjék. Abban is bízunk, hogy esetleg, ha otthon mesélnek erről a kóstolóról, akkor a családban is esetleg sor kerül ezeknek a fogyasztására. A gyerekeknek ízlett a menü, és azt is tudják, hogy ezeknek az ételeknek köszönhetően egészségesebbek és erősebbek lesznek. Én a ilyen gyümölcstálat kóstoltam, és nagyon ízlett, mert sok egészséges dolog van benne, és azok mindig finomak. És otthon mit szoktál még enni? Hogyan figyelsz erre az egészséges táplálkozást? Otthon sok gyümölcsöt eszek, meg zöldséget. Az intézmény vezető helyettes elmondta azt is, hogy azért is tudják ilyen színvonalasra szervezni a programot, mert az önkormányzat ehhez kapcsolódó pályázatát szinte minden évben elnyeri az iskola,
és ezzel anyagi támogatást kapnak az egészségnevelési hét megrendezésére. A pedagógusok remélik, hogy a rendezvény eléri a célját, és a gyerekek az egészségük érdekében jobban odafigyelnek a táplálkozásukra és a rendszeres mozgásra. Ma már az alternatív léleggyógyászat lehetőségeibe bővültek a tudományos alapokra helyezett pszichológiai irányzatok, ami egy holisztikusabb emberszemléletet ad. A személyiségfejlesztésnek így már több útja is van. Erről, illetve készülő könyvéről beszélgetünk Lézi Andrea pszichológussal. Szia! Szervusz, Anni! No, alternatív léleggyógyászat. Mennyiben más az alternatív léleggyógyászat, mint a hagyományos léleggyógyászat? Az alternatív léleggyógyászat az annyiban különbözik a úgymond tudományos pszichológiától, vagy léleggyógyászattól, hogy azt, amit az ember az iskolában megtanul, mint kötelezően mondjuk az agy, illetve a psziché lélek, akár szellem működéséről, az alternatív léleggyógyászat az abszolút egyben nézi, tehát test, lélek, szellem, és ami azt jelenti, hogy holisztikusabban beszélgetünk, vagy nézzük azt az embert, illetve személyem legalábbis így próbálkozik, akinek éppen segíteni szeretnék. Az emberek mennyire nyitottak mondjuk az alternatív? Én azt gondolom, hogy az emberek egyre nyitottabbak ez felé, hiszen hogyha bármi problémánk van, akkor ha nem segít a tudományos, tehát ugye alapgyógyászat, akkor ugye nyilván megpróbáljuk akár természetgyógyászat úton, ugye az orvoslás, vagy akár a léleggyógyászat terápiákkal azokat a már elfogadott rendszereit a gyógyításnak. Zsandi, hogy gondolod, tehát hogy látod ezt az egészet, hogy van szükség új irányzatokra? Hogy szükségük van-e az emberek? Akár az embereknek, vagy te, mint mondjuk egy, tehát mondjuk, hogy most ugye a könyvedről lesz szó hamarosan, hogy látod, hogy mennyire van szükség arra, hogy tényleg új irányzatot vehessen ez az egész? Én azt gondolom, hogy nagyon, és egyre jobban, nagyon. Mennyire kell benne hinni, vagy mennyire fontos az, mert ugye amikor elmész egy pszichológushoz, tudod azt, hogy beszélgetni fogtok, fog majd adni tanácsot, te azt átgondolod, stb. Mennyire hisznek, vagy mennyire kell hinni az alternatív dolgokban? Ahhoz, hogy gyógyítani is tudjanak. Értem. Tehát én azt gondolom, hogy attól függ, hogy mi az az alternatív gyógyászati forma, amihez az ember fordul, de én azt gondolom, hogy azt is tisztázni lehet, hogy mit jelent konkrétan az, hogy alternatív. Tehát itt nem feltétlenül ilyen nagyon bonyolult és ilyen nagyon összetett dolgokról van szó, hanem arról, hogy a személyiségfejlesztés az önismeretnek olyan útjai vannak már, amik azt mondom, hogy nem feltétlenül a hit, hanem abszolút tudáson alapul, de mégis egy másik rendszeren belül működik. Tehát igazából hát az, hogy hinni benne, aki eljön és aki ehhez fordul, és aki ezt szeretné, az nyilván hisz benne, hogy valóban tud segíteni. És van egy új alternatív módja is egyébként a személyiségfejlesztésnek. Megneveznéd ezt? Mi ez az új mód? Hát, ez megint csak azt tudom mondani, hogy a alternatív léleggyógyászatnak a személyiségfejlesztésben vannak olyan fajta útjai, amely közelebb visz önmagadhoz, tehát nem a problémáidhoz, tehát nem a problémáidnak a gyökereihez, hanem igazából saját magadhoz. Azt, hogy valaki ennek melyik útját, milyen útját választja, az ugye nyilván nagyon sok olyan szuper jó dolog van, amiből lehet választani, és ez mindig
még egyén is. Valóban, hogyha az ember egy picit jobban megismeri magát, akkor olyan szinten tud a személyiség fejlődésen keresztül menni, hogy ez nyilván csak előnyére van, éppen akkor, hogyha majd egy adott szituációban találja magát. Tehát, hogy ez egy picit ilyen több rétegű, hogy mi is az, hogy alternatív léleggyógyászat. Lehet én ennek nevezem, a másik ember már picit másképpen fordul ehhez a dologhoz. Én azt gondolom, hogy ezen belül is megvannak a határok. Tehát vannak már valóban tényleg olyan segítségek, amelyek már egy picit már túl vannak ezeknek is a határán, azt már azt mondom, hogy az ember azért mérlegelje, mert itt azért nagyon komoly dologról van szó, hogyha az ember egy másik ember lelkével, illetve életével, sorsával foglalkozik, akkor bizony az nagy felelősség. Zsandi, mesélj a készülőben lévő könyvedről. Miért gondoltad úgy, hogy könyvet fogsz írni? Az ilyen nagyon kedves lélektani könyvnek indult. Úgy gondoltam, hogy így azt a sok-sok éves tapasztalatot akkor összegyűjtöm, illetve hát ugye abban is lesz szó, de nem árulnám el még, hogy kivel íródik, és hogy hogyan. A filozófiai kérdések, akkor abszolút a holisztikus léleggyógyászatról beszélgetünk. Mit jelent benne ez a holisztikus egyébként? Tehát, hogyha mondjuk a nézők nem ismerik ezt a szót. Hogy? Hát, mint maga a holisztikus kifejezés, tehát egy másik szóval kifejezve, hogyha a nézők esetlegesen nem értenék, hogy mit jelent ez a szó. Aha. Tehát, hogy mondod, hogy... Hogy mit jelent? Mit jelent maga a holisztikus kifejezés? A holisztikus az azt jelenti, hogy a test, lélek és a szellem egyben. Tehát ugye nem csak ugye a tudományos oldala, hanem test, lélek, szellem egyben, és ugye ezen kívül is még, ezen belül is megvannak azok a mélységek, amikkel lehet foglalkozni, amikkel egyébként igazán valóban lehet foglalkozni, és hát ezzel kezdődött a könyv, és aztán egy picit áttért ilyen filozófiai, aztán már a végén ilyen elméleti, fizikai résszel, nagyon tudományos értekezésre. És hogyha a könyvet olvasni fogja az az ember, aki mondjuk megvásárol, hogyha én személy szerint megvásárolom a könyvet, ami majd ugye elkészül, akkor mennyiben leszek magamra utalva, miközben olvasom a könyvet, vagy ahhoz mondjuk akár fel kell kereselek téged, hogy segíts el igazodni a könyv olvasásában, hogy melyik is az a rész, ami majd rám jellemző lesz, vagy segít. Attól függ, tehát nehéz tartalmú könyv lesz, az biztos. Nem biztos, hogy mindenki úgy fogja érteni, ahogy én gondolom, vagy ahogy szeretném, viszont én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség lesz az embereknek az önmagukra találásban, és talán ahhoz is, hogy találják meg önmagukban az utat, önmagukban a hitet, az erőt ahhoz, hogy igenis ők is meg tudják csinálni. És mikorra tervezed majd a bemutatóját a könyvnek? Mikorra fog majd elkészülni? Hát már kész. Készen van, ja, igen. Már csak ilyen utómunkálatok vannak, úgyhogy hát most már csak a kiadó múlik, ugye, hogy ez mikorra lesz, de kész, 2 évig íródott, 2 éven keresztül, úgyhogy nagyon nagy munka volt, de bízom benne, hogy sok embernek örömére szolgál. Jó, köszönjük szépen, Andi, hogy eljöttél. Köszönjük. Szerintem a könyvről majd még beszámolunk, igen. Tehát biztos, hogy lesz bemutató, úgyhogy akkor is várunk majd téged szeretettel. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. Köszönjük szépen. Önöknek köszönjük a figyelmet, nem sokára jön a harmadik rész rengeteg programmal, úgyhogy tartsanak velünk.